Köszöntjük a kedves hallgatókat. A mikrofonok mögött Horváth Oszkár és Puzsér Róbert. 0630 2010 909 az SMS számunk, ezzel jelezhettek nekünk. Amennyiben hozzá kívántok szólni a műsor témáihoz, mi vagyunk azok, akik ízlésről nem vitatkozunk, hanem kinyilatkoztatunk. 0630 2010 909, mi a véleményetek, kedves hallgatók? Én személy szerint hülyét kapok a kézzel készített ajándékoktól, és falra tudok mászni tőlük, és főleg attól a hátborzongató közhelytől, és kizárólagos és kötelező érvényű paneltől, hogy ugyan nem kellett volna a drága ajándék, inkább csinálj valamit. Az a legszebb ajándék, amit kézzel készítesz, amit te a két kis kezeddel készítesz. Na hát ez talán így van, ha iparművész vagy. Ha iparművész vagy, akkor vedd magadra nyugodtan. Akkor valóban készíts nyugodtan ajándékot te magad kézzel, de attól, hogy te belerakod a szívedet, attól az még nem lesz. Nem is csak, hogy hasznos, nem lesz esztétikus, nem lesz alkalmas, semmire. Nem csak a hasznát keressük ezeknek a dolgoknak feltétlenül, hanem a szeretet kifejezését. Csak mondjuk vessük össze azt, hogy ha egy könyvet adok neked ajándékba, az azt jelenti, hogy én szántam rá 5 percet, hogy megvegyem, és szeretném, ha szánnál arra 4 órát, hogy azzal foglalkozz, amit én kvázi házi feladatnak feladtam. Míg fordítva, ha kézzel készítek egy ajándékot, akkor én szántam 4 órát arra, hogy te 5 percig örülj, ha csak ezt nézzük. De most én annak örüljek, hogy te 4 órát szántál valamire, ami nem ér semmit. Tehát most én azért becsüljem meg, mert te 4 órát elcsesztél az életedből. Én ezt nem igazán értem. Nem csak a hasznát nézzük. Valami, amit kapok ajándékba, az vagy legyen hasznos, vagy legyen esztétikus. Vagy legyen nagyon figyelmes, bár az leginkább a hasznosból ered, ugye, hogy sok időt töltesz valamivel, és hónapokkal előtte rájössz, hogy de sok örömet tudnál okozni egy nagyon aprósággal. Jó, csak én nem szeretnék olyan ajándékot kapni, amivel az ajándékozó saját magának hízeleg. Hogy ő mennyire ügyes és mennyire kreatív. Mi és van? Valójában saját magát tünteti ki, és téged meg fölhasznál ahhoz, hogy a saját kreativitásával saját magának, meg a környezetének pózoljon. Igen. Egy csomó hazugságot mondunk jó szívűségből az ajándékozások kapcsán. Ugye van az, amikor valaki mondja, hogy ja, igazán nem kellett volna menjetek a fenébe. Hát kellett volna, mert születésnapom van. Csak hát nem kell, vagy hát azért mondom, mert ez egy kölcsönös születésnap, vagy egy olyan, vagy egy karácsony, hogy megbeszéltük, hogy de a felnőttek is, nem kapnak semmit, kellett volna, tudod? Nem azért mondja. Nem kellett volna annak az a jelentése, hogy én igen, nagyon hálás, jó ünnepelt vagyok. Uh-huh. Ez ezt jelzi, a nem kellett de volna. De mégse azt mondjam, hogy köszönöm. Pedig a nem kellett volna, az éppen nem azt jelzi, hogy hálás vagy, hanem éppen azt jelzi, hogy nem vagy tisztában azzal, hogy ez a helyzet, ez miről szól. Ez a helyzet arról szól, hogy de igen, kellett volna, és kellett is, csak talán nem ezt. Esetleg nem ezt kellett volna. Az, hogyha azt mondja valaki, hogy az a legszebb ajándék, amit kézzel készítesz, és történetesen egy képzőművészről van szó, szóval az tényleg lehet, hogy szép. Pont úgy, mint amikor kijössz a moziból, és azt mondod, hogy hát a könyv jobb volt, mert hogy azt te képzeled el, mondjuk, hát ha a Martin Scorsese jön ki valaki más filmjéről, és azt mondja, hogy a könyv jobb volt, az persze, hogy jobb volt, mert azt a Martin Scorsese rendezte, amikor ő olvasta a könyvet. Tehát ezt meg tudom érteni. Vannak olyan alkalmak, mondjuk az apák napja, ami szerencsére még nem gyűrűzött be, már a begyűrözés szótól is írtózom, a magyar kultúrába ellentétben a Valentin nappal. De ehhez kapcsolódóan mondja azt hiszem Jim Jeffries nevű humorista azt, hogy ugye kérdezi a feleség, hogy na, mit szeretnél apák napjára, és így semmit, az én pénzemből végre egyszer, ezen az egy napon legalább ne vásároljatok be semmit. És mondja, hogy minden apának ott díszeleg a polcon egy ilyen ronda, esetlen, kis szeretetteljes bögre gyerekkézzel festve, vagy egy ilyen kis teherautó kifaragva, vagy valamilyen borzalom, de nem azt jelképezi, hogy jaj, a gyerek szánt rám 4 órát, hanem hogy végre volt egy olyan nap abban az évben, amikor az én pénzemből nem költöttetek rám fölöslegesen. Jó, a fájdalmas az én számomra az, amikor ezek a kézzel készített ajándékok, ezeknek a megjátszott örülés zajlik, ugye? Mert hogy miért örülnél neki? Valójában
valójában ocsmány, de hát nyilván ocsmány, hiszen nem képzőművész, nem iparművész az illető, aki készítette. Ez a, hogy mondjam, ez a mélységes fel nem ismerése a saját határaimnak, amikor én kézzel készítek egy ajándékot. Ez az általános iskola alsó tagozatban értem, hogy kézzel készítünk anyák napjára anyukának ajándékot, és anyuka azt így, hát így örül, mert a gyerek már elbírja az ollót. Ezt szeretjük. De azért, hogy mondjam, felnőtt emberek, ne égessék már magukat azzal, hogy kézzel készítenek ajándékot egymásnak, amikor, amikor ő egy könyvelő, vagy egy bérszámfejtő, hát nem ez a munkája, meg ne egyáltalán nem is ért hozzá. Hát ennek valahol ott kéne kicsúcsosodni, ha ilyen irányú indítatásai vannak, hogy mondjuk nagyon száraz a munkája, és szeretné feldobni az életét egy kis művészettel, akkor a kereslet is legyen meg. Tehát akkor tegye ki egy webáruházba, vagy töltse föl egy online boltba, vagy csináljon belőle egy sajtóanyagot. De nem tud belőle semmit csinálni. Semmit nem tud belőle csinálni, mert értéktelen az ajándék, amit gyártott. Nem feltétlenül értéktelen, hát most azért mert valakinek van egy matematikai alapú foglalkozása, lehet, hogy jó dolgokat csinál a szabad idejében. Na most, hogyha ő tényleg fél éven keresztül elvégzett egy korongozó tanfolyamot, és tudott egy rendes kerámia bögrét csinálni a családnak, és az tényleg használható, akkor ez egy jó ajándék, hogyha az tényleg kinéz valahogy, de pusztán hát attól, és esetleg hogy... így kiégette zománccal meg minden, hogy hát ne persze. Ragadjon bele a sárga borsó főzelék az első használat hát után. Erről van szó, de akkor tényleg végezzel, az fél év. Az akkor elmondhatja magáról, hogy ő egy alapfokú kezdőiparművész. De most attól pusztán, hogy hát beleraktam a szívem, hát szívből készítettem, oké, értem, beleraktad a szíved, de hogyha egy kicsit az eszedet is beleraktad volna, akkor tudtad volna, hogy ez nem egy használható ajándék, és egyáltalán nem is tudsz vele örömet szerezni. Vagy tudod mit, akkor rakd bele a szíved, de akkor igazán a szívedet akkor rakod bele, hogyha átgondolod, hogy a másik embernek mi az, amit tényleg mondjuk, aminek ő örülne. Mondjuk abba gondolsz bele, hogyha te kapnál egy ilyen ajándékot, te vajon örülnél-e neki? És egy kicsit redukáljad az egódnak a búrjánzását. Tehát ne érezd azt, hogy attól, hogy te adod, attól az különleges lesz. Nem lesz különleges, csak maximum a te számodra lesz különleges, hogy te adod, meg az édesanyád számára lesz különleges, aki szült téged, aki kitolt a testéből. Másnak ez nem lesz különleges. Ennek megfelelően, hogyha nem vagy iparművész, akkor menj el, keressél iparművészeket, akiknek ez a dolguk, és vásárolj tőlük, és aztán hazudd azt, hogy te készítetted. Hanem mindjárt egy olyan ajándék, amiben a szívedet is beletetted, és használható is, és ki is néz valahogy. És azt adod ajándékba, hogy te hazudsz, és nem a másiknak kell, hogy tetszik neki. Pláne, hogy ki kelljen raknia minden egyes alkalommal, amikor vendégségbe mész hozzá, majd aztán, amikor távoztok a maradék süteményekkel, akkor leveszi és visszateszi a fiókba, hogy meg ne lássa valaki. Na hát erről van szó, hogy legalább a születésnapján ne kelljen hazudnia. Legalább a születésnapján őszintén örülhessen valaminek, amiről azt gondolja, hogy te készítetted. Azért ez már nem kis dolog. Ez már egy ajándék. És érdemes volt érte megszületni. Kaptunk SMS-eket a 0630 2010909-es SMS számunkra. Azt írja a kedves hallgató. Sógornőm gagyi gipszképeit ki kell rakni a falra, nehogy sértődés legyen. Mi meg belemegyünk a játszmába, megérdemeljük. De hát, ez ilyen hébó? Maga a műfaj is érdekes. Fájdalmas, mert nem akarod megbántani azzal, hogy használhatatlan. De hát hogy nem tudja a sógornőd, hogy az, amit ad, az használhatatlan. És hogy néz ki, és nem esztétikus, és egyáltalán. Tehát, hogy elcseszed vele a saját lakásodat. Mondok valamit. Én most már lassan 30 éve zenéket írok, de senkinek nem adtam válogatás CD-t, hogy azt hallgassa a kocsiban. Egyszerűen nem értem, amíg nem fogyasztja valaki magától. De nekem akkor se lenne pofám. Tehát nekem nem lenne pofám a saját könyvemet, az általam írt könyvet adni ajándékba valakinek születésnapjára vagy karácsonyra. Egyszerűen nincs pofám hozzá. Tehát, az elemi ízlésemet sértené. Tehát, hogy azt érezném, hogy leszakad a pofámról a bőr. Újabb SMS. A kézzel készített ajándékoknak pusztán az ajándékozó 3 éves koráig van esztétikai értéke, idézőjelbe téve az esztétikait. És ez érthető. Világos, ha a gyereket csinálja, hajrá! Az már egy nagy dolog, hogyha nem eszi meg a ragasztót, hanem ragaszt vele. Hát ennek örülni tudunk.
ha a gyereket készíti az óvodában, hát igen, 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 ezt írják. Aztán azt írja a kedves SMS író, iparművész vagyok, ha én kapok ilyen kézi ajándékbizbaszokat, meg tudok bolondulni a színvonaltól. Tőlem viszont mindenki elvárja az egyedi ékszereket. Ajándékba, basszus! Ja, hogy akkor ő, neki ez viszont már bevétel kiesés, hiszen ő meg ebből él. Tehát ő nem a szabad idejében csinálja, hanem az élete egész idejében ezeket a tárgyakat. Ja, jó, jó, hát világos. És utána aki kapja, az mit tudom én, 40 évvel később eladja. De kinek jut eszébe, nem, tehát úgy, hogy mondjuk taxisofőr, és ő ajándékba egy iparművésznek kézzel készített ajándékot ad. Hát hogy jut eszébe? Hát hogy jut eszébe? Én nem is értem. A felfedezés reménysége mellett, nem? Vagy egy jó szakmai feedbacket kapjon, hogy na nézd, én értek hozzá, és én mondom, hogy ez marha jó, amit csináltál. De hát ezt fogja mondani, mert nem akar megbántani. De hát egy ilyen feedbacknek milyen értéke van? Hát milyen értéke van? Megint azt adtad ajándékba, hogy hazudjanak helyetted. A helyett, hogy azt adnád ajándékba, hogy legalább ma te hazudsz. Hát, hogy a születésnapján is hazudoznia kelljen. Sziasztok és köszönöm. A technika kettesemmel ne kelljen már ajándékot faragnom. Ugyanakkor könyvként vagy olyat adok, ami nekem bejött. Tehát vagy olyan könyvet ami szerintem, ad ajándékba, ami neki tetszett. Vagy ami szerint az ajándékozottnak bejön, vagyis beleraktam a szívemet. Na erről van szó, úgy rakd bele a szívedet, hogy egy kicsit gondoljál bele, hogy te minek örülnél személy szerint, ha kapnád, és nyilvánvalóan nem valami szírszarnak örülnél. Hát jogos és érthető. Térjünk át arra, hogy nem tudom, hogy kinek milyen megítélése van arról, hogy a részmunkaidős foglalkoztatás az mi, és mi lehet jönni a másikon meg 49-re. De hogy, hát és vannak a lusta emberek, akik keveset akarnak dolgozni. Ugye, vannak legtöbben. Hát erre a legegyszerűbb gondolni, ők a köztársaság hogy ugyan mi az, hogy ő csak részmunka, én meg egészet dolgozom, nehogy már ezeknek kedvezzünk. Tehát nem csak erről van szó. Tehát ez egyrészt ez egy turistabérlet kifelé a szegénységből, hogy ha van több munka, akkor dolgozhasson valaki többet. Másrészt, van az a pont, amikor megelégszel egy bizonyos összeggel, nem kell neked csilliárdokat keresni, azt mondod, hogy van, laksz, eszel, élsz, és ha ezt te három napi munkából fedezni tudod, mert lássuk be, van, aki 105 ezer forintból, valaki 270 ezerből pont ugyanezt a három funkciót oldja meg, ha három nap alatt meg tud keresni annyit, amennyi a mondjuk a magyar átlag fizetés, akkor a maradék két napot hat használja fel arra, hogy kézzel készített ajándékokat csináljon az ismerőseinek, vagy konkrétan művészkedjen, vagy segítsen másoknak, vagy ingyen dolgozzon olyanon, amihez a kutyának nem füllik a foga. Tehát, hogy hadd használja föl az életét értelmesebben, és 20 év viszonylatában ne 20 évet töltsön el egy munkahelyen, hanem 2x20 évet élhet le. Hadd gazdálkodjon a saját életével valaki úgy, hogy azt mondja, hogy hát én három napig recepciós vagyok egy konditeremben, az nem egy nagy vasszizdász, de csütörtök pénteken halálingyen 10 éven keresztül dolgozom valamin, amiből esetleg 10 év múlva kinő egy kis virág, vagy az nagyon sok embernek hasznos, vagy tanítok, de nem pénzért, mert nem az a foglalkozása, hanem a hivatása azon emberek részére, akinek a foglalkozása és a hivatása nem fedi egymást. Hát az emberek többségének a foglalkozása meg a hivatása nem fedi egymást, az emberek többsége az nem a hobbiából él, és ez egy lehetőség. Nem tudom, hogy megfigyelted-e, hogy az emberek hogyan rekreálódnak. Aki a hivatalban tölti a hétköznapjait, az a hétvégén felássa a kertet. Aki viszont fizikai munkát végez pénzért hétköznapokon, az a hétvégén a tévé előtt pusztul, vagy elolvas egy könyvet. Tehát a fizikai munkát végzők szellemi, kvázi munkával, szellemi tevékenységgel rekreálódnak, a szellemi munkát végzők pedig fizikai munkával. Hát nem beszélve arról, hogy a mondjuk a bankigazgató barátom az este egy pólóban jelenik meg, míg a mit tudom én, aki a kertetással foglalkozása körében az este öltönyt ölt. De hát miért? Valójában azért, hát, mert más ő is, legyen. Hát ő is a változás pihenteti ki. Változást akar. Na most, hogyha ezt értjük, akkor vajon miért ne rekreálódjunk pénzért, miközben rekreálódhatunk pénzért? Tehát
a fizikai munkát kipihenhetjük szellemi munkával, a szellemi munkát kipihenhetjük fizikai munkával, és akár mind a kettővel kereshetünk pénzt, és nem, hogy mondjam, nem az lesz az életünk, és nem az lesz a dolgunk, mert nem rabszolgák vagyunk, hogy amit a munkaerőpiac megkövetel, és amit be tudunk tölteni, kvázi azt a rést, amit a Sándornyi téglával ki lehet tölteni, a Sándorral kitöltik, és akkor Sándor egy tégla a falban, hanem ő választ magának egy olyan munkát, amelyik inspirálja szellemileg, és választ mellé egy olyan munkát részmunkaidőben, ami pedig pihenteti a szellemi munkát, kipiheni fizikailag, és így jut egyensúlyba. Én azt gondolom, hogy a munkának nem csak az a funkciója, hogy az ember fenntartsa magát, hogy az ember a biorobotot életben tartsa és működésben tartsa, hanem az is szerepe, sőt, talán az lenne az ideális, hogyha azt éreznéd, hogy nem pusztán azt, hogy hasznos vagy, hanem hogy ezzel létrehozol valamit, hogy valami nagyobb, valami fontosabb ügy, valami fontosabb, nálad nagyobb, a te személyedet meghaladó cél az, amit te előmozdítasz azzal, hogy tevékenykedsz. És úgy gondolom, hogy egy ilyen lapra senki sem teheti fel az életét. Vagy nagyon kevés ember teheti fel az életét, mert nincsen meg az a pénzügyi alap, amin ezt megtehetni. De azt gondolom, hogyha sok helyre helyezi ki magát, sok felé helyezi ki magát, akár öt felé, hiszen öt munkanap van egy héten, ami nyilván sokkal stresszesebb öt különböző helyen dolgozni, de ugyanakkor sokkal kisebb kockázatot vállal az ember, hiszen nem fogják öt helyről egyszerre kirúgni. Igen. Tehát azért ez egy fontos különbség, és én azt gondolom, hogy a 21. században a munkavállaló nem a munkaerőpiac igényeihez kell, hogy alkalmazkodjon, és saját magából egy olyan munkaerőt kell, hogy formáljon, amelyet a munkaerőpiac jutalmaz, hanem a munkavállaló is bizonyos feltételekkel tud fellépni. Ő is fejlesztheti azt a terméket, ami ő maga, és jó lenne, ha megmondhatná, hogy én egy héten három napra szeretném eladni magamat erre a célra, és kettőben arra. Igen. Tudok olyat, aki például tanárként dolgozik, és ez a főállása, de nem vállal annyi órát, mert mellette háromszor annyit megkeres szakfordítással éjszakánként, de nem hagyja abba a tanári munkáját, mert egyébként az is a hivatása, csak abból nem él meg úgy, hogy mondjuk egy öttagú családot fent tudjon tartani. Nem hagyja abba, mert ő ezt szereti, tehát pont olyan tanárok közé tartozik, aki szereti a tanári munkáját, és ugye ha ránézel, akkor azt gondolod, hogy hát ő tanár, és amúgy mellette fordítgat. Tehát rögtön kényelmesen hátradőlsz, és azt mondod, hát a tanári munkát csinálja 40 órában, hát könyörgöm, az a fő állása, közben meg nem, mert azzal a negyede keletkezik a bevételének. Na hát az lenne a jó, hogyha egy állásinterjú az úgy néz neki, hogy nem csak a munkáltató szab feltételeket, és a munkavállaló az meg a kezét lábát töri, hogy jó benyomást keltsen, hogy megszerezze a munkát, mert ez az adós rabszolgai lét. Hanem az lenne a jó, hogyha a munkáltató és a munkavállaló egyenlő felekként, akár kölcsönösen feltételeket szabva tudnának egy ilyen tárgyalás során a síkra szállni, és úgy gondolom, hogy ez az a folyamat, amelynek során a 21. században az adórabszolgából polgár válhat. Azt írja nekünk Szabina a részfoglalkoztatással kapcsolatban, hogy úgy tudom, a japánok alázattal viseltetnek a munkájuk iránt, ha túlórázni kell, akkor sem panaszkodnak. Itthon miért gyűlöljük ennyire ezt a bizonyos kötelességet? A munka előbbre viszi az embert. Persze nem mindegy, hogy mit dolgozunk. Értem ezt a véleményt, sőt, talán többség véleménye, talán konzerv vélemény. Én eleve azt gondolom, hogy a japánokra bizonyos tekintetben is fogunk róluk beszélni, fel lehet nézni a szolgalelkűségük miatt, és ez a hozzáállás is nemes tud lenni. De mi az, hogy miért gyűlöljük ennyire ezt a bizonyos kötelességet? Én értem, hogy úgy fogalmazzuk meg, hogy a munka kötelező, de a világon valójában szerintem semmi nem kötelező. Mert ha valamit nem teszel meg, akkor annak következményei vannak. És ha valami kötelező, az maximum az, hogy a döntéseit, következményeit elviseld. Nem azért, mert
kötelező volna, hanem mert az elől már tényleg nem tudsz kitérni, mert az megtörténik, de ami felől te dönthetsz, akarsz, nem dolgozol. És annak lesznek következményei, de nem kötelező dolgoznod. És pláne nem kötelező egy 8 órás munkára ráhúznod napi 3 órát csak azért, mert valaki hamisan azt mondja, hogy hát, ha nem tudod beosztani az idődet, akkor az bizony sárikám a te problémád. Oszi, nem. Én nem tudok senkire felnézni a szolgalelkűsége miatt egyébként. Más kérdés, hogy a japánokban van olyan, amit becsülni lehet, de szerintem pont a kollektivizmusokból fakadó mély társadalmi szolidaritás az, amit mondjuk bennük becsülni lehet. De az a céges erkölcs, mert ez egy céges etika, amit itt nekünk a Szabina előhozott, ennek semmi köze jóhoz és rosszhoz, és semmi köze az erkölcshöz. És ez a cégvezetőknek, meg a középvezetőknek, meg az üzemvezetőknek az etikája. Ez nem, ennek semmi köze a krisztusi etikához, meg semmi köze egyáltalán semmiféle erkölcshöz. Kedves Szabina, nem igaz, hogy a munka nem esít. Nem igaz. Nem igaz. Attól, hogy elvégzel egy munkát, nem leszel jobb ember. Ezt nem tudom, hogy hol olvastad, ezt nem tudom, hogy honnan vetted. Nem igaz. A Bob és Bobek elejéről aztán. Hoznék egy példát, hogy mi az, ami nem esít szerintem. Például, hogyha mondjuk felidézzük, hogy mit mondott Jézus arról, hogy hogyan élj úgy, ahogy is van, bánj úgy másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak. Na, ez egy erkölcsi tétel. Erre azt lehet mondani, hogy ez megalapozza az erkölcsöt. Boldogok a lelki szegények, boldogok az irgalmas szívűek, mert övék a mennyek országa. Ez valami, ami megalapozza az erkölcsöt. Az, hogy a munka nem esít, az, hogy én fölásom a kertet, és azután, hogy fölástam, jobb ember leszek, nem igaz. Nem igaz. Láttunk embereket, akik kerteket ástak fel, rengeteget dolgoztak, és ugyanolyan szar emberek maradtak, vagy még szarabb emberek lettek, azután, hogy felásták a kertet. Tehát, hogy ezt felejtsük már el, ezt az egész protestáns etikát, ami arról szól, hogy ha te sikeres vagy a munkahelyeden, és sikeres vagy az előmeneteledben, akkor majd Krisztus előtt is sikeres leszel, meg a mennyországban is jó helyre kerülsz. Ennek a krisztusi etikához semmi köze nincsen. Egyébként meg, hogyha nem értetek egyet, Szabinával értetek egyet, 0630 20 10 909. És azt is szeretném kérni, ne keverjük össze a kötelességet a felelősséggel, a kötelesség tudatot a felelősség tudattal, érzettel. Ha nekem egy családom van, akkor felelősséget érzek irántuk, és dolgozom, de nem kötelességem, mint ahogy nem volt kötelességem az sem, hogy családom legyen, vagy az, hogy boldog legyek. De hogyha valaki 3 óra munkával el tudja tartani a családját, és nem akar 8-at dolgozni, az egy rosszabb ember attól, hogy csak 3-at dolgozik, és hogyha valaki adott esetben munkanélkül el tudja tartani a családját, az azért dolgozzon, mert az nem esít. Tudod, nem igaz. Tudod, hogy miért mondják ezt, mert azt gondolják, hogy ha 3 órát dolgozik, a maradék 5-ben heverészik. De én tőlem heverészhet is, de nagyon-nagyon sok embert ismerek az én környezetemben, aki lehet, hogy 60 órát dolgozik 9 helyen. De nem igaz, hogy ezért mondják, mert mi van akkor, ha heverészik, és miért zavarja őket, ha heverészik? Ne legyen más, mint én. Olyan legyen mindenkinek, mint nekem, mert nekem jó szar, és pénteken megyek, és leiszom magam, hogy elfelejtsem, hogy milyen a munkám. Na, erről van nektek szó. Is ilyen Mivel, legyen. Hogy nekem napi 8 órát kell dolgoznom, vagy adott esetben 10 órát kell dolgoznom, ezért a helyzetemhez, ami kényelmetlen, és engem frusztrál, ehhez hozzárendelek egy erkölcsöt, és hozzáerőszakolok egy erkölcsöt, és azt mondom, hogy ez így nem esít, mert nekem muszáj. Tehát csináld te is, vagy szarember vagy. És csak ez az árukapcsolat. Legyen egy kötelező dolog. Hát, de ne legyen kötelező dolog. Egyáltalán ne legyen kötelező dolog. Ezt az árukapcsolást én nem veszem meg. Egyszerűen. Na most én azt szeretném, hogyha a 21. században végbe menne egy erkölcsi fordulat. Ha egy szemléletváltás lezajlana, mondjuk egy állásinterjún az átlagos munkavállaló, az nem azt mondaná, hogy amikor megkérdezik, hogy mennyit szeretne keresni, egyébként ez is egy nagyon sunyi és nagyon alattomos és nagyon szemét dolog, hogy a munkáltató megkérdezi, hogy mennyit szeretne keresni. Ez ott minden alkalommal egy játszma, és hát kvázi az veszít, aki először megszólal. Igen, csak én azt gondolom, hogy én a munkaerőmet bocsájtom áruba, ő mondja meg, hogy ez mennyit ér neki.
Tehát ne nekem kelljen hát megmondani, hogy én nekem mennyibe kerül a zsemle meg a parizer, hanem ő mondja meg, hogy ezért a munkáért mennyit tud fizetni. Jó, tehát ő nem kérdezi meg, ha várjuk egy pillanat, ha ő nem kérdezi meg tőlem, hogy hány órát vagyok hajlandó dolgozni, akkor ő, se, ő akkor ne kérdezze meg azt se, hogy mennyit akarok keresni. Ha ő mondja meg, hogy itt ez egy 8 órás munka, akkor ő mondja meg azt is, hogy ez a 8 órás munka mennyit ér neki, ha szabad kérdem. Egyébként pontosan tudja, hogy mennyit ér, csak a minimum maximum között szeretne minimalizálni, hát és ezért várja, hogy kiterítsd a kártyáidat. Hát világos, hát szeretne ő téged pénzzel lehúzni. Na de ugorjunk le erről, ugye mit szeretné, hogy amikor bemész egy ilyen interjúra, akkor igyekszel a legtöbb pénzt kihozni magadnak, de mit kapsz érte? Ugye te eladtad az idődet, úgyhogy onnantól kezdve Szabinának van igaza, és kötelességed teljesíteni érte, mert már megállapodtatok, tehát vállaltad a kötelezettséget, semmi nem kötelező, de vállalhatod, hogy legyen az, és akkor már elválhatják tőled a túlórát, és kevesebb jut a hobbidra, a családodra, az alkotásra, a művészetre, a pihenésre, hát az a életedre, életedre, ami nem konkrétan a munka. Az értelmes életedre. Na, én azt szeretném, hogyha a szemléletváltás az úgy zajlana le, hogy te az állásinterjú alkalmával nem a minimumot neveznéd meg, hogy én minimum ennyit szeretnék keresni. Persze a borítékolható a reakció itt Nyugat-Ukrajnában, hogy mi lesz erre az általános vélekedés. Majd hülye leszek, mert nem annyit keresni, nem a maximumot mondani. Hát jó, hogy többet akarok keresni, nem? Csak tudod, abban különbözik Nyugat-Ukrajna Közép-Európától, hogy Nyugat-Ukrajnában minél többet akarok kihozni a munkából, minél többet akarok hazavinni, jó sok pénzért jó sok haza, hogy megvessem a Mercedes-t. Közép-Európában meg az a szemlélet, hogy szeretnék egy életet magamnak, és nem akarok többet dolgozni, nem akarok többet áldozni egy cégnek, nem akarom jobban kiszolgáltatni a munkaerőmet, mint amennyi a megélhetésemhez szükséges. Mert szükségem van az életemre, és nem akarom áruba bocsájtani teljes mértékben. És ezért nem a maximumot mondod be, hogy mi az, amit úgy kéne, hogy adjanak lehetőleg, hanem a minimumot, amivel már beéred, amire azt mondod, hogy ez az összeg nekem elég arra, hogy utána a maradék időmben, ami legyen minél több cserébe azért, hogy nem egy nagy összeget mondtam, én azt értékesen és biztonságosan tudjam tölteni. Az én álmaimban, a jövőben egy állásinterjú nem úgy néz ki, hogy azt mondom, hogy én szeretnék megkapni minimum 650 ezer forintot, hanem úgy hangzik, hogy én szeretnék megkapni maximum 500 ezer forintot. Mert amikor én a maximumot nevezem meg, akkor azzal azt mondom el, hogy én ennek a cégnek 500 ezer forintig árusítom ki a munkaerőmet, és nem tovább. Hogyha a minimumot nevezem meg, akkor az azt jelenti, hogy sokat szeretnék keresni, de onnantól kezdve kvázi a rabszolgátok leszek. Ha a maximumot nevezem meg, az azt jelenti, hogy beérem. Eddig és ne tovább. Beérem ennyivel, mert 500 ezer forintból Magyarországon, ha egy család nem tud megélni, akkor ott probléma van a fogyasztással. Akkor ott nagyon súlyos túlfogyasztás zajlik. 500 ezer forintot vagyok hajlandó keresni. Többet nem vagyok hajlandó. És amikor egy állásinterjún én a maximumot fogom megnevezni, onnantól kezdve megfordul a helyzet. Nem én fogok versenyezni más munkavállalókkal azért az állásért, hanem a munkaadók fognak versenyezni egymással az én munkaerőmért. Megfordul a játszma, és onnantól kezdve én vagyok az alkupozícióban, mert nem akarok többet keresni, mert nem vagyok telhetetlen, mert nem a maximumot akarom, mert megismertem a fogalmat, és működtetem a fogalmat, amely úgy hangzik, elég. 06302010909 az SMS számunk, ezen írhattok nekünk, hogyha úgy gondoljátok, hogy vannak olyan pofátlanságok, kifejezetten gasztropofátlanságok, amelyekkel a műsort zárjuk, amelyek kicsapják nálatok a biztosítékot. Megvannak azok az utasellátós szendvicsek, amiket bevágnak, ugye a zsömlét bevágják, de nem végigvágják, hanem bevágják az egyharmadáig, és belepakolnak szalámit, hogy a szalámi az kilógjon a zsömléből, és belerakják abba a celofánba, utána bepakolják valami automatába, és úgy olyan szögben áll és néz feléd, hogy
kilógnak a szalámik a zsömléből, kvázi az az élményed, hogy te jó Isten, ez úgy meg van pakolva ez a zsömle szalámival, hogy nem fér el benne, te jó Isten, ezt muszáj megvennem, ez egy olyan lehetőség 250 forintért, amit nem szabad kihagyni. Azért kell megvennem ezt a zsömlét, hogy eltartsam ezt a céget, hogy ne kényszerüljön arra, hogy választania kell, hogy kit rúg ki, mert akkor biztos, hogy ezt a rendes embert fogja kirúgni, aki olyan sok párizsit felhasznált, meg szalámit, hogy még be se fért. Na és akkor megveszed, kiszeded kicsomagolod a fóliából, és mit találsz? Hogy valójában a zsömle, vásároltál egy zsömlét. A hozzávalókat a zsömléhez. Igen. Nincs elkészítve. Mert nincsen elkészítve a szendvics, be van vágva, mondom, egy harmadig, a szendvi, a szalámit azt 20%-ig foglalja a zsömle, a zsömlét azt meg 15%-ig tartalmazza a szalámi. Körülbelül ez a szituáció. És kérjük, rajzoljátok le. És azt érzed, hogy íme, köszönjük, Észak-Balkán megint leszerepeltél. Tehát ez az a gesztus az eladó részéről, hogy nem szeretném, ha visszajönnél ide. Nem szeretném, ha még egyszer vásárolnál tőlem bármit. Könyvelj el engem, hogy egy szemét ecseri piacos csaló vagyok, és most elnézést kérek a tisztességes ecseri piacosoktól. Az utolsó észak-balkáni szélhámos vagyok. Itt a piros, hol a piroson elnyertem a pénzedet, most már földughatod a zsömlédet, a szalámikat, azt meg... Add oda a gyerekednek, ha kell, azt etesd meg vele, nem érdekel, elmehetsz az anyádba, mert kifosztottalak itt és most. Nem arról van szó, hogy én szeretném, hogyha holnap is, holnap után is, jövő héten is jönnél, mert ha tisztességesen járna el, félbevágná rendesen azt a zsömlét, megvajazná rendesen azt a zsömlét, belerakta azt a 3-4 szalámit, belerakta mondjuk egy sajtot, holnap is visszajönnék, esetleg egy zöld paprikát, holnap után is, esetleg egy paradicsomot, jövő héten is, esetleg egy kis új hagymát, 2 hét múlva is. Mindezt mivel teszi meg? A hordozható Magyarország almával, ugye a szalámis zsömle az a mindenki saját kis országalmája, amit vihet külföldre, és jelezheti vele, hogy ő magyar, mert ő csomagolt egy szendvicset az útra, és megpróbálsz rendes, kádári hagyományokkal ízlésesen megfestett magyar polgárrá válni, amikor az utazásodhoz egy szalámis zsömlét igényelsz, és kiderül, hogy azt senki nem készítette el, és ez visszautal azokra a rossz vendéglátókra, akik kiraknak ilyen szendvicseket otthon, de nem fedik le az egészet, mert magának lehet, hogy megcsinálnád, de azért a vendégeknek, majd azt a felé teszi meg, vagy jó lesz az úgy is, de hát azért olyan puritán, olyan kis hülyén néz ki az a vajas fél, hát azért legalább egy csöpp piros aranyat tegyünk oda, hát ha azt hiszi, hogy az is egy felvágott. Ez is borzasztó. Nekem a gyerekkoromban a buktát zabálni, az volt egy olyan élmény, mintha maratont futnék, mert mikor jön már a lekváros rész, még ha lekvár volna egyébként, mert ugye gyakorlatilag ilyen ipari dzsem volt benne. És akkor így ettem, de azt mondtam, hogy jó, hát ezt gépek csinálják, nehéz úgy beállítani, hogy amikor megdagad a tészta, akkor így pont ott legyen, de kézzel így ilyet hozol létre. De ez annyira jó, hogy magadat mardosod, miközben eszed, hogy nincs a lekvár, tehát, hogy így te vagy az igazságtalan, hát a gépet nem tudják beállítani. Szerencsétlenek, hogy sajnálod őket. A többi gyerek az oda van, hogy jaj, de jó, ma bukta van. Hát mondom, ha így örülnek, akkor biztos jó, és én mindig azt gondolom tényleg, hogy én vagyok a hülye, mert a rossz feléről kezdtem el, mert a másik oldalon hamarabb jött volna a lekvár, csak előbb is van vége. Sehogy nem jó. Nem jó. Nézd, a szituáció az, hogy attól vagyunk mi, Nyugat-Ukrajna, hogy nem akarunk tartós jó együttműködést a fogyasztóval. Nem törekszünk a kölcsönös elégedettségre, nem gondolkodunk nem hogy hosszú távon, még középtávon sem, hanem a rövid távú meggazdagodás, a gátlástalan nyerészkedés, a másiknak az átkúrása, ez a szemléletünknek az alapja, ez a világunknak az origója. Nincsen más, nincs is más, más modell. Ez a modell verseng a nem dolgozással. Tehát a munka leginkább az azt jelenti, hogy vagy áruba bocsájtom a munkaerőmet, vagy kizsákmányolom és kifosztom a másikat. Ezt a két dolgot jelenti a munka.
A végtelenség... És ennek az alternatívája nem munka. Végtelenségig spórolás ugyanazon a tételen, ugye, amikor azt nézed, hogy a szendvicset 400 forintért mikor nem veszik már meg, hogyha már nem látok semennyi parizert ott a felszínen. Ha már egyel kevesebb van, de még mindig megveszik, akkor legyen kettővel kevesebb. Lógjon ki kevésbé, nem vágok be másfél centit, csak fél centit, és akkor meglátom, hogy mi az a pillanat, ahol már nem veszik meg, ott visszalépek egyet, és ez a leggyengébb színvonal, amivel még ugyanazt a 400 forintot megkapom, úgy se látom őket soha többé, kit érdekel, mit gondolnak rólam. De én biztos vagyok benne, hogy ez visszaüt. Tehát, hogy ez még középtávon is relatív veszteséget, vagy bevétel elmaradást eredményez. Én nem tudom elképzelni, hogy ez megérje. Én azt gondolom, hogy a kölcsönös elégedettség, az eladó és a vevő kölcsönös elégedettsége az, ami egy hosszú távú, perspektívikus, fenntartható működést tud eredményezni. Kérdezi a kedves SMS író. 500 ezer, mi négy tagú kisgyerekes család, összesen 150 ezerből élünk. Ez elég a szükségletekre, persze kis ökológiai lábnyom mellett. Mire megy el 500 ezer? Hát világos, nem tudjuk, hogy mire megy el 500 ezer, ezért nem is értjük, hogy miért kell egy állásinterjún minden körülmények között a minimumot bemondani, hogy annál csak többet vagy hajlandó. De éppen arról van szó, hogy a 21. században úgy gondolom, hogy 500 ezer forint az legyen a maximum, és az jelentse azt, hogy adott esetben 350 ezer forintért elmegyek, és az is bőven elég. Nem is az a lényeg, hogy mennyit mondasz, nem is az összegszerűség a fontos. Ne! Soha ne a minimumot mondd be állásinterjún, hanem mindig a maximumot. És majd eleinte nézni fognak, hogy mi van, te hülye vagy, te a saját pénzed ellensége vagy? Nem a pénzed ellensége vagy, hanem az időd barátja. Az lebegjen a füledben az a szó, hogy elég. És az, hogy egyenrangú felek ültök ott egymással szemben, és amint üzletet kötöttetek, akkor lesz valami kötelező, addig semmi nem az. Köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok!